ködes vereséget szenvedett a Budapest Honvéd a Budafoktól. Viszont István a honvéd vezetőedzőjét kérném arra, hogy értékelje a találkozót. Köszöntök mindenkit, én is. Folyamatosan azt éreztem, hogy azt, amit vártunk a Budafoktól, azt meg is kaptuk. Gyors kontrák, pontrugásoknak a kivétekezését kellett nekünk a mai napon megoldanunk, vagy meg kellett volna oldanunk. De azt gondolom, hogy az első fél időben nem is volt ebben problémánk. Vissza is tudtunk jönni a meccsbe, sőt az első fél idő végén, ha ott azt a nagy lehetőséget, ugye ott 3-1-re vittük a labdát az utolsó játékosra, azt le tudjuk játszani, akkor 3-1-jel megyünk a fél időre, azt gondolom, hogy az rendben is lett volna. Próbálkoztunk törni őket a szélén, középen, tengelyben. Volt is egy-két lehetőség, de nagy zicserig nem tudtunk eljutni, de mindenképpen biztató volt, hogy vissza tudtunk jönni a meccsbe az első fél időbe, és át is vettük a vezetést. Mindenképpen az volt a második fél idői tervünk, hogy a középső zónában próbáljuk egy nagyon erős falat húzni, hogy ne tudjanak bemenni a kapunk elé, és nagyon magas labdabirtoklást tudjunk csinálni, amivel széthúzzuk őket, és adott esetben meg tudjuk mi kontrázni őket, hiszen akkor már vállalkozniuk is kell, és ezekből a gyors kontrákból tudnánk előnyt szerezni, még nagyobb előnyt szerezni. Hát erre jött egy második pontrugás, amit megint pontrugásból kaptunk, ugye ott azt hiszem önból is lett belőle 2-2, na onnantól kezdve meg már egy nagyon nyílt játék alakult ki, mind a két csapat tulajdonképpen vállalta azt, hogy megnyerje a meccset. Mi jöttünk ki rosszul belőle, mert végülis az, amit a Budafok tud és csinál, hogy a kontrát játszik, azt nagyon jó befejezte itt a végén. Pehesek voltunk ilyen szempontból, de mi szerettünk volna magunk javára fordítani a meccset, hogy megnyerjük, de ez nem jött össze. Gratulálok a Budafoknak. A végén jobban összpontosítottak, és jobban kialakult az, amit ők valójában tudnak és szeretnek csinálni. Köszönöm szépen. Jöhetne a kérdések. Akkor Mandis kezd most egy. Csernát András, Nemzeti Sport, ugye itt téli két is, Nagy Dominik is, ugye beállt csereként, mi a véleménye dolog, úgy tűnt kívül, hogy nagyon rosszul szálltunk. Nem játszottak. Azért nem érzed ezt, mert vagy nem érezheted, mert tulajdonképpen egy rohanásba mentünk bele. És a Nagy Dominiknál, illetve a Thierrynél pont az ellenkezője kell, hogy megvalósuljon, amikor le tudunk állni, és végig tudjuk járatni a labdát, és akár a szélén egy az egyeket tudunk, vagy a Dominiknak az a mélységi passzai tudnak valóra válni. Na most ők is egy ilyen rohanásba szálltak bele, és tulajdonképpen ez lett de a Thierrynél talán több lehetőség lett volna itt a Tamás Krisztiánnal, amit próbálgattak itt bal oldalt, kettő egyeket csinálni, csak nem az alapvonalat támadtuk, hanem hoztuk befele, és ez sokkal jobban kedvezett a Budafoknak. Abban egy átlövésnek kellett volna Thierry részéről lenni, vagy egy olyan ritmusváltásnak a akkor már beérkező Bubakárral, aki egy falat képez neki. Igen, hát ebben a rohanásban kerül mind a két játékos, ami még egyszer mondom, nem előny számunkra. Zoli? Simon Zoltán, mbf.hu, említettük a rohanást a végén, akkor még úgy láttuk, hogy a Budafoknak több helyzete volt. Ez minek volt köszönhető? Jobb cseréiknek, erőállapotnak, vagy nagyon fönnmaradtatok? Igen, ez a szétszakadásnak a következménye lett. Tulajdonképpen itt már kicsit azt éreztem, hogy kicsit fejetlenül is mentünk. Több ember ugye a pozícióját elhagyta, illetve a visszarendeződés ebből nehezen sikeredett. Talán higgadtabban kellett volna ezt felépíteni, nem pedig egy ilyen nagy rohanásba. Ott belül azoknak az embereknek ezt le kell nyugtatni, meg kell fogni. Nem szabad belemenni, akkor lehozod a meccset 2-2-vel is. Tulajdonképpen a Budafok akkor nem előz meg. Ebbe a tudatosság hiányzott a végére. Előtte, mintha négy védőre átálltatok volna, mert ezt akartad megelőzni, hogy a rohannak? Itt arról volt szó, hogy átállunk 4-3-3-ra, legyen Széle a Bőrével, illetve a Thierryvel.
Balmarbi Bubakár váltással, középen Nagy Dominik, Gazdi, Szendrei, egy nagyon játékalkotós csapat, és természetesen, ha amennyi erő van, a Tamás Krisztián belépése, illetve a Mezrányi fellépése tud bontani a széleken. Úgyhogy meg volt ez az alap, hátul meg ugye egy Ékkel, ugye a Zsóri, a Budafok Ékére ketten, tulajdonképpen a Bence, illetve a Clemens volt, aki, és ezeket az átmeneteket pont abban hibáztunk, hogy középen labdát eszettetünk, ami óriási hiba egy kontrajátéknál. Ha szélén veszíted el, arra még rá tudsz tolódni, és oda tudsz helyezkedni. De ha középen tengerbe veszíted el, mint ahogy a gól előtt is ott eladtuk, egyszerűen az óriási hiba. Ott nem szabad labdát, csak a terület, a védelem mögött, vagy szélén, ahol rá tudsz tolódni, mert ugye ott a vonal, azt szűkíteni tudod. Szóval nagyon, nagyon nagy hibát követtünk el, hogy középen labdát eladtunk, ebből lett ez a... Igen, Budafoknak több helyzete volt, de hát az is, mondom, ebből a rendezetlenségből adódott. Érett már nekik különben ez, mert a végére jól összpontosítottak, hogy több hibát követtünk el, mi meg nem tudtunk eljutni úgy helyzetekig, úgyhogy... így alakult, ja. Andis? Utolsó kérdés, hogy kiesünk el már így a csapta a verségel, nem kellemes kérdés, de hogy érzed a malapot, hogy a vezetők megköszönik neked a munkát, vagy ott megfordult a félbe, hogy te feladsz a kispadon? Vagy nem szeretnél úgymond feladni? Hát semmiképp nem feladni, ez nem jellemző dolog, de azt minden benne van a pakliban. Azt gondolom, hogy becsületesen felkészültünk, tényleg amit lehetett, szakmai munkát, vagy szóval mindent, ami ebben a ritmusban, a szerda-szombat ritmusban benne van. Hát ez egy ilyen helyzet, de adta magát azt, hogy mai meccset meg tudjuk nyerni a félidő után. Sajnálom, hogy nem így történt, de azt gondolom, hogy tényleg mindent megtettünk, szóval szakmai stáb, azt gondolom, de a játékosok is csinálták, készültek, dolgoztak ezért. Hát ilyen a meccs, ilyen ez a helyzet. Meglátjuk a jövőt. Van esetleg még kérdés? Nincs, akkor köszönjük szépen nektek is, Pisont István. Én is köszönöm.